Az elhízást nyugodtan nevezhetjük népbetegségnek. Most már sajnos az ételintoleranciát is, a gluténérzékenységet és rengeteg szív- és érrendszeri betegséget, amit leginkább úgy tudunk megelőzni, ha már a vásárlásnál helyesen döntünk. A fogyókúrában valószínűleg a legnagyobb lemondást az jelenti, amikor a szénhidrátokról, főként a finom tésztákról kell lemondanunk, mert hogy az biztosan mindegyik hízlal, vagy legalábbis megemeli a vércukorszintet, kivéve az, amelyikben 100 g-ban 9 kalória van. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehet pótolni a tészta összetevőit? Ez úgy lehetséges, hogy szükséges olyan alapanyag használata, ami megfelel ahhoz, hogy teltségérzetet okozzon, miután elfogyasztottuk. Ez úgy működik, hogy glükomannán, azaz ördögnyelv, nagyon alacsony kalóriatartalmú, elhanyagolható szénhidráttartalma és zsírtartalma van. Nagyon lassan emésztődik a szervezetben, így hosszú ideig okoz teltségérzetet, miközben nagyon-nagyon kevés felesleges kalóriát szolgáltat a szervezet számára. És a legjobb hír ezzel kapcsolatban, hogy éppen ezért bármennyit meg lehet belőle enni, egészen addig, hogy majdnem kipukkanunk, és a tésztát az csak így jó enni. Szívbetegségek nyugodtan nevezhetők népbetegségnek, bármilyen fajtájáról is van szó, de mostanában már a máj is nagyon túlterhelt, hiszen annyi idegen anyagot, szennyeződést viszünk be naponta az élelmiszerekkel és a szervezetünkbe, hogy nehezen elképzelhető, hogy pusztán ez gyógynövény kivonatokkal gyógyítható, vagy csak megelőzhető. Májunk károsodása gyógynövény eszenciákkal nagyon nagy mértékben regenerálható. Egyik ilyen fő hatóanyaga a mária tövis kivonat hatóanyaga, szilimarin tartalmaz. Nagyon nagy mértékben hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és a májsejtek regenerálásához. Még a kurkuma és az articsóka is egy megemlíthető gyógynövény, ami epek űrülést elősegítő hatóanyaggal rendelkezik. A szívbetegségre pedig kiváló a galagonya és a macskagyökér. Hogyha valakinek ideges eredetű szívpanaszai vannak, tehát ilyen kisebb szívritmus zavarok, vérnyomás problémák, a galagonya kifejezetten a szívritmus zavarokban tud segítséget nyújtani, a macska hogy az egész szervezetet ellazítja. Bőven elég, hogyha a családban egyetlen egy valaki van, akinek valamilyen élelmiszer allergiája vagy intoleranciája van, legyen az laktóz, glutén vagy bármi más, már is roppant bonyolultá válik a vásárlás. Szerencsére ezeket tematikázva lehet megtalálni az áruházakban, mint például diétás élelmiszerek, de legyen szó akár glutén vagy laktózmentes élelmiszerekről, mindegyik fel van tüntetve, csoportosítva, vagy hol található, így megkönnyítve a vásárlást. A mai nap tanulsága számomra mindenképpen az, hogy a betegség megelőzése tudatos vásárlással kezdődik. Egy percet sem várok tovább, mindent beteszek a kosarabba, amitől egészséges leszek.